Hey, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát már megint egy kiabálós videó kezdéssel indított a keeper, de megmondom őszintén, be vagyunk pörögve, mint az állat. Megittam a kávémat, úgyhogy csapjunk neki, mint az őrültek, jó gyerekek? Igen. Egyébként gondolkoztam egy olyan dolgon is, hogy mi lenne akkor, hogyha én ezt az egészet úgy oldanám meg, okosba, hogy tényleg főig ilyen futószalagrendszerre, de lehet, hogy a mappad, akkor mondaná azt, hogy inkább fellövöm a számítógépedet az űrbe. Nem fogom ezt tovább csinálni. Én úgy gondolom, hogy az engine akkor fölmondaná a szolgálatot, hogyha így 50 darab ilyen futószalaggal itt oldanám meg a dolgokat, meg igazából azért annyira ne megyünk puhány a gyerekek. Ja. Mindjárt fővitézkedem magam oda, aztán be kellene indítani az aranybányát, arra gondolt a keeper, mert igazából az aranybánya beindítása elengedhetetlen lenne, hogy belepörgessünk az időbe, mert akkor plusz pénzt termelődne. Mert minden egyes időpörgetés, amikor nem megy az aranybánya, az nekünk pénzkiesés. Bazze. Mindig elfelejtem, hogy ezen a kamionon a féket azt elfelejtették így megcsinálni, hogy minek? Minek neked fék, Keeper, gondolták. Nem kell fék, menjél, mint az őrület. Úgyhogy igen. Úgyhogy ez elég hülye kezdés volt egyébként. Ilyenkor szoktam azt gondolni, hogy hát lehet, hogy jó, vissza kellene tölteni az állást. És újra kezdeni a videót. De tudjátok mit? Nem. Inkább azt mondom, hogy legyünk teljes mértékben autentikusak. Hogyha elrontja a képer, akkor elrontotta. Na nézzük mi a helyben. Egyébként beúrtam már ide 200 valány a dörftölt. Úgyhogy lassan már vizet is kellene. Meg fogom próbálni azt a másik fajta víztárolót tudjátok lerakni. Azt ezelőtt is engedtem oda a sarokba. Hát csak van olyan szerencsénk, hogy ide is engedi, azt akkor talán valami lesz. Nem tudom, az hogy van megoldva, vagy meddig tart ez a... Lehet, hogy azt kellene, hogy inkább ide valahova lerakni. Nem tudom, mindjárt megnézzük, srácok. Na, ürítsed ki fel szépen, azt odébb húzom, hogy ne legyen itt topadékba. És akkor már is berakom a víztartályt, és akkor fel kell tölteni vízzel. Viszont ugye a vizet eszi az leginkább. Ugye azt észrevettük. Mármint vizet az valószínűleg folyamatosan kellene töltögetni, de szerintem valahogy meg kellene oldani azt, hogy ezt a rohadt víztartályt valamiért sikerüljön lerakni. És Anyika! Mi csinálsz? Ne rosszakodjál, mert a valagadat úgy emelem, hogy a tököd fölhasad a homlokadig. Addig fog fölszakadni a tököd. De nem ám, nem bántjuk a ne. Nem bántjuk, csak néha. Na, jó, oké, nézzük, hogy mi a szituáció egyébként. Itt ilyen zöldnek mutassa, figyeld, itt zöldnek mutassa. Zöldnek mutassa, itt már ilyen zöldes, meg sárgásnak mutassa. Ide nem is engedi lerakni, látod? És itt is ilyen zöld. Jaj! Jaj! Ezt vissza fogja szedni, meg még ráadásul csupondáros is lett. Biztos vagyok benne, hogy vissza fogja szedni. Barátom! Na, tök jó! Egyébként ezzel szívtunk ezelőtti részre is, és ez őrjítő, hogy miért csinálj ezt velem, ez a játék. Figyeljetek, el fogja tüntetni megint. Érzem a zsigereimben. Nem is engedi tankónyi. Én pedig én vagyok a béna, még közelebb állok. De egyébként ez egy szenvedés, ez egy nagyon nagy szenvedés, hogy itt ezzel kell szívni. Nem egyszer nem engedi tankónyi. Tök jó. Nem engedi tankónyi. De miért nem engedi tankónyi? Hát vadít meg engem ez, gyerekek, komolyan mondom, vadít meg. És meg nem szedi vissza, ezt mégse engedi. De miért nem engedi? Ha? Mondjátok meg nekem. En, ponyba levételek. Töltés megkezdése, yes! Mi az, hogy ponyba levétele ezzel a kotlán? Gyerekek, egész addig toljuk, amíg töltés megkezdése működik. Figyeld! Na erről beszéltem! Meg fogja oldani a Keeper 1 az 1-be, mint 41-be. Figyeld! Töltés megkezdése.
És áttöltés megkezdése, figyeld, tudod ezt is. Látod? Tehát nem kell ideje, nem kell hordarod. Hanem ide az, és akkor innen bele töltődik, ott meg kitöltődik belőle, gyerekek. Csak ugye annyi, hogy meg kell várni, hogy betöltődjön, utána kitöltöd. Tehát itt akkor ez tök jó. Jó vagyunk, gyerekek! Sikerült megoldani, megmondom őszintén, nagyon örülök neki. Hát remélem, hogy ti is, mert legalább annyira nem szívunk. Itt meg akkor mit kellene csinálni, el kéne indítani ezt Verdát. Aztán kellene egy kis pénzt keresni. Várja, még nem indítom el. Még nem indítom el, mert bele kellene pörgetni az időbe, de várjatok, az időpörgetés hogy menjen. Jó, igazából minden oké, ugye? Mert az időpörgetés. Reggel 6-ig lenne jó az időpörgetés. Tudjátok miért? Mert akkor azt hiszem, akkor csinálják meg a izeinket. Az U-nál a vízvezetékünket, és akkor megnéznénk, hogy mi a szituáció, hogy fog ez megtörténni. Sanyika, ne ássa szét mindent meg, vagy itt azt, na. 6:00-kor történik meg. Jó, oké, figyelj, akkor menjünk, pörgessünk bele. Mindenképpen. Reggel 6-ig, mert most engem ez érdekel. Jó. Itt ilyenkor mit ír? Ugyanúgy, hogy reggel 6. Aha, reggel 6. Jó, reggel 6-kor installálják, azt mondja. Jó, figyelj, mindenképp belepörgetek. Figyelj, veszteni valahol nincsen, mert most nincsen olyan, amelyik így mitől elveszne. És kíváncsi vagyok, hogy akkor hogy fogja. És 16 órán keresztül tart még az installációja? Tehát reggel 6-kor elkezdik, és akkor 16 órán keresztül. Tehát reggel 6-tól, akkor mennyi az? Este 6, meg 6. Úristen, akkor az... Aha! Elkezdtek dolgozni rajt! Oda nézzé, testvérel! Hát ez mekkora flash! Ez mekkora flash, hogy ide, figyelj, dolgoznak, szerszámos láda, minden. Csinálják! Nekiálltak csinálni! Az tök jó! Akkor várja, viszont akkor még az nem kevés idő. Sanyika, te mit csinálsz? Menj el innen alulam, hát a tököm nem robbanik fel, hogy itt te szórakozol. A tisztaság 62%-a, és még nem termeltük semmit sajnos. Az a baj közben, hogy ugye igen, az a gond, hogy közben meg itt a mocskónak ezek. Sanyika, mit művelsz? A szemed álljon meg már, hát mit művelsz itten alatta? Jó, hát muszáj itten dolgoznom közben, úgy látom. Viszont ugye a vizet, azt megnézem, jó, hogy mi történt közben vele. Bocs gyerekek, de itt a körülő dolgokat sem. És akkor ugye annyit tudok, hogy tudok egy i-betűt nyomni, és így folyamatosan tudom tölteni a víztartályát ennek a kotlának. Tehát nem kell odébb állni, hanem ezt a tartálykocsit, ezt itt hagyhatom. Jó. De ebben nem kevés víz kerülhet, úgy látom. Ebben valami millió liter. Ne, nincsen semmi, jó van vele. És ez működik, és most megy. Aha, megy, gól, megy. Oké, gyerekek, annyi, hogy akkor ezt a tartálykocsit itt hagyom. Néha ráfogok, nem kell odébb járni, és működni fog a dolog. Viszont akkor 16 órán keresztül, ugye, hogyha 12 órán keresztül csinálja, akkor este 6-ig, éjfélig csinálják meg. Jó, éjfélig csinálják elvileg meg. Tehát akkor holnap reggelig azért még nem ártam nekem belepörget. Nem, figyeljetek, legyen holnap reggelig pörget, és aztán annyi baj legyen. Veszteni valóm nincsen, semmi. Jó, valami ízét, valami borszer ponton nagyon vennének valamit. Valószínűleg, hogy bordot, ugye. Jó, akkor elvileg éjfélig. Figyelj, holnap reggelig belepörgetünk, aztán akkor menni fog, nem? Jű, baza, itt meg akkor termeli az aranyat közben, úristen. Na mindegy. Ja, termelné az aranyat, ugye, hogyha lenne nekem itten vizem, de nincsen benne víz, de semmi gond. Megnézem, hogy mennyi arany. 15%-nyi arany termelődött. Ja, hát nincs benne víz, de ne, annyi baj legyen. Na! Viszont, akkor egy olyan reggel 10-ig belepörgetünk, nagyon nem buktunk ezzel semmit. Még nem is nagyon kerestünk, de viszont az állatok alja az biztos, hogy nagyon kokán van most. De mindjárt megnézi a képer. Jó, itt meg termelődik a víz. Ide néha visszanézzük. Nézzük meg az állatokat, biztos nagyon csuposak. De annyira nem egyébként. Ránézek itt az állatokra. Tisztaság 4%, teljes takarmánykeverék van nekik, szalma van nekik. Ugye víz nincs nekik, és emiatt ugye
Várjál, meg kéne néznem a vizet. Mert most már elvileg kiépít. Ó! Van vezetékrendszer, várjál, és mit tudok vele csinálni? Állj! Töltés megkezdése. És ott locsog a víz, gyerekek, oda nézzél. Ó! Hát egy királyság van, gyerekek! És 40 ezer liter fér bele, és töltődik. Ó, nagyon jó! Nagyon jó! Megvan nekik akkor a íze is, a víz is. Ez szuper. Ez szuper. Sanyika! Mit csinálsz? Nem hiszlek el. Mit zörgetsz? Mi ez? Honnan szereztél te egy távirányító? Távirányítót? A tököd... Tényleg elrobbanik, hogy ráhúzok a hátadra? Na jó, oké. Okay. Tök jó, meg lehet nyitni és el is lehet zárni. Tehát ott folyjon, bazza, nyilván. Jó, és ugye ez mindenféle állathoz meg tudod csinálni, ha akarod, viszont a gyors a tisztaságot azt megejtem, visszaöntözöm neki a kaját. De várjál, mi az, amit kikérőznek, azt meg kellene néznem. Mert ha olyan, akkor nem biztos, hogy ide kéne önteni, ugye? Ugye meglátja az ember. Szilázs! Hát ha szilást kéröznek, akkor az megy vissza az keverőbe, ugye? Természetesen. Úgy. Úgyhogy ezt nem ide öntöm, hanem ugye menjen a keverőbe bele. Mert nekem szilázs az ide nem menjen, hanem TTK menjen. Nyilván. Oké, srácok. Jó, oké, meg vagyunk mindennel. Akkor mostantól elkezdenek elvileg a marhák. Igen, már termelik is a tejet. Már van 18.895 liter izém. És elkezdett ásni, Sanyi. Megőrültök vele. Már van ennyi ganyém. Nem mondod, az viszont böszme jó. Mindjárt megnézzük. De királyok vagyunk, gyerekek. Neki tudunk állni majd a izének. A drogot termeszteni ezerrel. Jó, TTK 100%-ra föl fog menni. Trágya gyűlik. Tisztaság jó. Van szalma, nekik víz. Kaját majd adunk nekik. Sanyika, ne ássál, mert mindjárt átba húzlak, komolyan mondom, hát mindig a videózáskor kell izének produkciónak lenni állandóan. Tényleg ilyen ilyen nyom ilyen akkora produkciót, érted, hogy itt megőrülsz. Na, itt meg ugye üríthetjük bele. Jó, az a lényeg, hogy ezt el kéne hordani egyszer, azt nem kell vele vinkolni, tudod. Ja, a dört az nagyon lassan fog fogyni. Viszont a víz az nagyon gyorsan fogy, azt érdemes lenne egy telepumpálni, de most már így könnyű lesz. Jó, az arany meg hat termelődjön, meg ez a tailing, vagy mi a rák, az is termelődik. Szóval nincs azzal gond, ne kellene kezdeni aratni, és kellene csinálnunk egy kis pénzt, én úgy gondolom. Ó, hát itt meg akkor jó lesz ez most már. Akkor kellene csinálnunk egy kis lóvét. A lóvét csinálás, az még nem lesz olyan nagyon bonyolult. Mivel van egy csomó kukoricám, és meg kéne nézni a kukoricának az árát, meg hogy hol veszik nagyon jól. Figyelj, én úgy gondolom, hogy adjuk el, nem tökörünk. 1400 szállítási cég, figyelj, körülnézünk, azt visszük is. Ez hol van az a szállítási cég, bazze? Hogy lehet oda jutni, hogy hol? Várj, az itt van fönn. Ó, yeah. Azt mondta, hogy vonattal lehet ide menni. Ó, jaj. Ajaj! A vonattal tudsz idejönni, testvérem, az úrba. És a vonatba itt tudod betölteni. És egyébként ebben is tudnám szedni. Vonattal... És hol a vonat? Várj, állj meg vonat! Jó, figyelj, mindegy, ez a vonat, ez jó. Gyerekek, mikor használtam én utoljára vonatot? Tudjátok? Nem mostanában. Jó, elmegyünk aztán vonattal, akkor betöltünk. Hát bazze, várj, ott megjön szembe egy vonat, he! De jó lesz ez nekem? Jó. Ez érdekes. Ez érdekes, gyerekek. Várjál, de viszont itt te fog ágazni valahol, nem? Jó, ágazik el. Mi a szar? Kettő vonat megy? Ja, várja, én elkezdtem szembe menni, gondolom, ez így körbe-körbe kéne venni a kettőnek, én meg itt... Jó, hát mindegy, az a lényeg, átmegy rá egymáson. Na mindegy, akkor beállunk, betöltögetjük,
a kukoricát, és akkor a szállítás egy cég. Ó, de régen adtam el vonattal a cuccot, gyerekek, de durva. Na, át kéne válzolni, hát ez nagyon régen csináltam, ki kéne nyitni. Vagy nem, nem, ez nem az a, nem az a fajta? Várjál, abba? Abba mehet? Hol van az izé? Itt ez a crane. Jó, az nem érdekel minket. A második kocsiba tudom önteni. Várjál, de ez merre fog menni? Itt ez elágazik. Jó, ez a jó. A másik, akkor a másik ott van megy. Tudti, hogy úgy van, gyerekek. Tudti, hogy úgy van. A másik az... Csak itt eddig volt az, hogy egyformán, szerintem. Na mindegy. Be kell öntöznem akkor, az a lényeg. És akkor ide be kellene folyatnom, hát... Ja. Lassítás. Fék! Ja, ebben a kocsiba kéne a második kocsiba vissza egy kicsit. Hát, megmondom őszintén, nem szeretem az ilyen időhúzást, de... használjuk ki ezt a feature-t. Pont találtam azt az utat. Na, nézzük meg, hol tart ez a valami. De nem is kell megnéznünk, mert igazából így. 35%-on van már bazra szójabba, hallod? Ez hogy az anyjában arra tesz ilyen gyorsan? Jó, a kukoricát beordjuk ide mindenképpen, nem tökölünk. Figyelj, át tudok menni máshol sinem? Mert az a baj, hogy pont az úton állok. Én úton álló lettem. Szerintem át tudok egyébként, csak nehogy jöjjön a vonat, mert az föti... Igen, a másik vonat az máshol megy. Csak én itt belekevertem szerintem ebbe elég keményen. Már itt tudom betölteni valószínű, ugye? Aha. Nem tudom betölteni, és akkor gondolom a vonatbe beugorva. Van a vonat? A vonat az csak tabbal működik, lehet, igen. És akkor... Igen, jó. Nagyon rég csinálta, bemondom nektek. És igen, oda be tudom engedni. Oké, okay. Viszont akkor itt marad a vonat, na ideje meg megy. Ezzel meg haladunk. Szerintem a vonatban azért fér bőven, ugye? Jó sejtem. Oké. Okay. 50%-on van a szójabbak. Ó, te a fás! Édes anyár az. Menj, induljunk már, hogy valami legyen még ma, vagy. Megfelelően százalékon van a szójából, és úgy látom, hogy fordul a kombájn, mert nagyon lassan megy. Figyeljetek, nem tudom, a szója volt, ezt beviszem silóba, jó? Útközben, hogy akkor az már legyen izé, hogy ne teljen meg a kombájn. Ez a kamion, ennél jobb nem kell, én úgy érzem, figyeld oda, megérkeztünk testvérem. Hogyha üres, akkor egész gyorsan is megáll. Meg ez a kombájn ilyen extrém gyorsan ürít, de nézzetek mekkora ez a kombájn a kamionhoz képest. Szóval egyáltalán nem túlzás, hogy ez ekkora kapacitású. Na, ezt visszük be a silóba. Aztán a szóját majd megnézzük, hogy hova érdemes volna. Most a kukoricát kiadom a silóból, és ezt még beöntem oda a vonatba, és elviszem akkor vonattal. Jó, ez így lesz. Közben ugye a állatok majd tervelik a tejet meg mindent is. Mai részben szerintem össze kéne szántani itt a maradék területeket, meg lehet, hogy a droggal kellene foglalkozni. Ez még jó, hogy nem csináltam emelést ezen a kamionon, mert amúgy is mindig fel akar borulni. Igen. Ezt beöntöm a silóba. Tök jó, hogy ilyen távol helyeztem el a dolgokat egymástól, így elég kellemes. Állatok azok jól el vannak, most úgy érzem. Mert tök jó minden, most így egész jól állunk. Oké. Okay. Az átrakó kocsinál ez mindenképpen százszor jobb, gyerekek, én azt mondom. Akkor innen meg a kukoricát, kettő fuvarnyi lesz. Ezt elvisszük oda fel. Közben meg majd a szóját azt meg leordom ide. És akkor ugye majd a végén megnézzük, mennyi lesz, és akkor elkezdjük eladni. Csak ugye tudjon aratni végig az a kombáj, ne kelljen neki szenvednie. De nem te... Nem csak nem tudok célozni Divisionbe, bazza, ilyen izeiket csinálni a legerem. Ferike nem hitte, hogy így húzom jobbra, és akkor
Nem jobbra megy. Na figyeljetek, jobbra húzod, és akkor ilyen össze-vissza megy lefel közben. Mert ilyen szaregerem van, meg nincs egérparom, mert igazából ezekhez a játékokhoz nem kell, az Divisionben úgy megérzem, hogy olyan szar, mint az állat. Na, tudjuk neki. Egyébként baromi gyorsan adott ez a kombány, nem is érdemes több kombányt venni, mert úgyse bírod ellátni. De így meg mellette tényleg tudsz vele dolgozni egy csomó mindent. Jó, imádom, tetszik, minden eddig jó, jó haladunk. Itt nagyon gyorsan átgongolunk. Ne viszem a kukoricát, meg még lesz egy adag. Úgy csak vigyázzunk, hogy oda fel ne rüljünk. Hol van a kombájnunk amúgy? Akkor ez a terület átcsolátom, hallod? Hát fölül valahol aratunk, nézzétek még mennyi van vissza. Nagyon durván, meg tényleg, hogyha ezt is hozzá szántom, ezt a 23-asat, hát ez egy ilyen nagyon brutális lesz. Ide mondjuk azért lehet, hogy majd két kombány lesz. De hát nem, figyelj, így aratás közben így tudok más csinálni, ez tök jó. Kicsit mezőgazdálkodunk. Egyébként azért nem mezőgazdálkodtam, megmondom őszintén az ezelőtti területeken, mert egyszerűen frusztrált az, hogy ugye a Alsószegen ilyen kicsi földek vannak, meg mindenhol ilyen problémás. Aztán tök idegesítő volt nekem. Na. Várjál, mindjárt, várjál. Vissza kéne, visszafele tabolunk el. Nem. Hol van ez a rovat? Monacs. Itt van. Jó, van ebben azért fér bőven, úgy látom. Tök jó. Az milyen ez? Aha, az is gabona? Az is gabona. Jó, hát akkor ebbe azért lehet beleordani, nem? Meg a másikba bele lehetne, nem tudom, a babot az hol veszik legjobban, de majd mindjárt megnézzük, és akkor azzal így elboldogulunk. Gyorsan ugorjunk át a kamionba. Pont végzett. És pont megint a fának vagyunk neki irányítva. Egyébként ebben a silóba, ebbe ez az, amelyikbe belefér az 1,6 millió. Úgyhogy ha nagyon nincsen helyünk, akkor itt azért tudok helyet biztosítani. Gyerekek, úgy kéne összeszántani, hogy a sint is beszántjuk, nem? Ez úgy adná. Figyelj, megint 43%-on van. Az körülbelül ugye 100-on lenne egy forduló után, de mivel most nem állunk meg ide, inkább megyünk arra gyorsan végig. Hozunk még egy kukoricafuvart ugye, és akkor még nem fog megtelni elvileg a kamion, vagy a kombány. Ez a kamion, ez nagyon, ezt imádom. És tök jó, hogy van egy zöld, meg van egy sárga. Júj, a vizet kellene observálni, várjál, amíg itt ez engedi, addig a vizet indítsuk meg itt, mert akkor nem lesz belőlünk lószar se. Úgy. Ránézek, hány liter van benne? Nem tudom, ilyen millió liter belefér ebbe, úgyhogy 30 ezer liter. Jó, 30 ezer a 6%-a. 5%-a, akkor az, nem tudom, 25 ezer liter. Igen, akkor 10%-a, akkor 500 ezer literes. Na. Ez meg. Hogy mennyire kiszámoltunk, pont 100%. Azért egyébként, amikor meg van ragva ez a 70 ezer literes paut, akkor azért kéri az energiát még ez a kamion is. Csak itt... Ezért utána, látjátok, ezért szoktam lesimítgatni a területet, mielőtt így elkezdek építkezni, mert ilyenek lesznek, ilyen tömbforgások. Meg a majom kenyérfa megállította ugyét, nem tudom hány tonnát. 70 ezer literes, hát szerintem egy ilyen 80 tonnák vagyunk. Kamionostól, meg pótkocsistól, meg minden este. Jó, figyeljetek, akkor igazából kukorica szinte nem maradt semmi. Akkor érdemes most már elvinni, mert már ugye most lehet, hogy marad benne pár ezer liter a silóba, az ott rohadjon meg. Nem érdemes megfordulni, érted? Drágább az üzemanyag. Az időről meg nem is beszélve. Jöttünk meg. A fordulásnál lehet borítani ezt a kamiont, annyi problémája van. Hát mondjuk az nem a kamion problémája, hanem lenyém, ugye, hogy felborítom.
Próbáljuk meg megcélozni, hogy normálisan tudjak átmenni. Oké. Okay. És érdekes, hogy a... Mulatra nem nagyon akar... Mulatra nem akar visszatabolva. Oké, okay, és akkor ezt meg megindítjuk meg. Mennyi, hány literünk van ebbe? Még csak... 80 ezer liter kukorica. Nem legyes. Hát ez hogy lehet? Ja, csak az a baj, hogy ez már ide nem fér vele. Nem tudom, mennyi van a silóba, várja. Mert van még 20 ezer liter, ugye? Ott hol van a 20 ezer literünk még? Nem bazza. Ez mi, ez tartálykocsi, vagy mi? Ezt ki kell nyitni, vagy nem tudom. Jó van, vigyük el, gyerekek. 120 ezer liter. Egyébként, ja, 120 ezer liter kukorica. Valahol van még 20 ezer. Mindegy, elviszem, gyerekek. Eladjuk. Hát ebből nem nagyon egyébként olyan hatalmas nagy pénz, hogy ilyen ki 150 ezer körül, vagy 170 ezer körül fog kijönni. 170 ezer körülre számítok. De hát mindegy, akármennyi is legalább, akkor azért lesz belőle egy kis zsetón. Ó, mindjárt megtelik a kamion, várja, vagyis a combine. Kellene nekem a kamionról. Gyorsan, visszatabb. Gyorsan, 95%-on van a combine-ról. De egyébként ugye a kukorica az csak ilyen mellékes. Mármint ugye a megvett földekről daráltuk le, az egy ilyen kis plusz költség. Viszont a izai kell. 95%-on van, tök jobb mászdig van, mert pont fordul. Hát azért ezen lesz a nyugám, figyeld. Menjen, induljon el. Jó, nyomod már, nyomod már. Oké, ürítsed le. Oké. Okay. Félreállok vele, aztán akkor csinálja a dolgát. Figyelj, körülbelül nem mondom nektek, hogy ilyen hány százaléka van learadva. Egy harmada nincsen. Hát olyan 21%, olyan egy negyede van learadva. Úgyhogy van itt le, meg körülbelül még meg fogjuk duplázni ezt a területet, hogyha minden igaz. Hol van a vonatunk? Hol a vonatunk? A vonatot nem mutatja, mint a map. Ezt nem vágom egyébként, hogy miért. Tök idegesítő. Jó, egy kicsit legalább fölfele megyünk. Megpróbálunk föltornászni egy olyan 10 millió környékére, aztán ugye meg utána meg a csillagos ég. Ugye nem olyan rossz szám, hogy van 8 millió pluszunk. És igazából megvettünk mindenből majdnem a legnagyobbat. Na ugye akkor elvileg itt kell eladnunk. A vonatos eladóhely nem nagyon szerettem soha. Hál' Isten, az ilyen modern napokon egyébként nem nagyon szokott lenni, de úgy látom, azért sikerült azért ezt beiktatni. Ez meg mi? Ez pont itt áll az a vonat, de nagyon tudjuk. Érdekes egyébként, nagyon érdekes, hogy ez. Ez elég furán működik, nem? Várja, hol van az eladóhely? Most ez tök jó, mert pont itt váltottam rá a másik vonatra. El kéne innen járni vele. Na ugye egyébként nem mozognak a vonatok, hogyha... Úristen, most kezdek el megszédülni. Olébb járok ezzel a vonattal, mert nem látok tőle semmit. Igen, én belekevertem itt a vonatoknak a működésébe, és emiatt van ám ez a probléma. Na, oda kell legalább, oda. Oda? Ide? Hogy, kukorica? Megtöltés megkezdése. Na, mennyi pénz? Én 170 ezerre gondolok. Többre nem. Viszont legalább megint fölkusztunk 80 vagy 8 millió fölé.
80 millió, nem vicceljél. Úgy egyébként akarok, elárulok egy titkot. Hogy Farming Simulator 22 sorozat nem véletlenül van jegelve, mert izé lesz. Lesz egy multiplayer, deri szerveres, egy hónapos ki. 175 000 gyerekek, abszolút nem számoltam ezt utána. És már milyen jól eltaláltuk. Na, lesz egy dedikált szerveres, Farming Simulator 22 sorozat. 100 millió eurós kihívás, egy hónapig fog tartani, pontosan 30 napig, december 1-től szilveszter éjfélig, 100 milliót kell elérnünk. És dedikált szerver lesz, jöhet akárki. Nagyon gondolkozok azon, hogy a No Man's Land mapon fogjuk csapni, és az pont az a poén benne, hogy a nulláról kell elindulni, érted? Tehát már tényleg úgy akarom megcsinálni, hogy egy első naptól ugye multiplayer lesz, tehát nem lesz akarás meg semmi, mert dedikált szerver lesz, és akkor jöhetnek az emberek, és csak kéziszerszávokkal. És akkor onnan felfejlődni, hogy nulla euróról, és csak kéziszerszámokkal, és akkor úgy felfejlődni egészen 100 millió euróig. Ez 0 euróról, csak lapát, kasza, ilyenekkel. Na jó, de folytassuk, csak egy kicsit egy ilyen befeltes információ volt. És azért gondoltam a No Man's Land mapra egyébként. Milyen ugrás erre helyre? Ez mi? Jó, mert ez teleport. Mindig elfelejtem, hogy teleportok vannak. Oké, itt meg ugye megint kellene viszkirakorás. Hát ezt itt kell folyamatosan csinálni. Meg mit akartam még csinálni? Még akartam valamit csinálni. Igen, mivel van trágyánk, azért, tudjátok, egyébként a trágyát azt mutatja nekem, hogy ez itt ilyen csodálatos módon be van tárolva. Igen, 70, ne várjál, nem az a trágya. Itt van, trágyát azt miért nem mutassa nekem, hogy mennyi van? Nem kéne mutatnia? Miért nem mutassa? Miért nem mutassa a gyerekek? Olivát azt meg... Az olivát azt el se lehet adni. Néha érdekes dolgokat mutatni. Ez mi? Oliva. Elvileg oliva termelődik, és nem nincs eladás pontja. Az úgy meg miért? Tobacco sale point. Na mindegy. Nem tudom. Néha vannak érdekes dolgok, amiket nem biztos, hogy szuperül működnek ezen a mapon. Minél inkább bele fogunk folyni, lehet, hogy egyre többet fogunk ilyet találni. Viszont, hol van nekem a... kamionom. Le kéne üríteni, meg kell nézni, hogy a viszont a izét az hol veszik legjobban a babot, mert a babból az most lesz egy csomó, meg akkor igazából el is adhatnánk, mert minek tárolni? A bab szerintem tárolásra nem annyira sok értelme. Ja, de van! Csak itt van, följebb csúsztattam, én voltam a hülye, bocsánat, értettem. Oké, a babnak a legjobb ára úgy látom 2800-ba kerül. Itt van a hal, ugye? És ez hol a buszban van? Arra van valamelyre lefelé, ugye meg ránéz a keeper, jó? Erre van valamelyre lefelé. Ja, ez a tök jó, mert ez az, ami idejében mutatja, ilyen nem jó mutatja. De hát nem baj, megtaláljuk, azt egyszer megtaláljuk, akkor utána már úgy jó lesz nekünk. Inkább megpróbálunk úgy navigálni, hogy így. Igen, itt normálisan mutatja, látod? Cukorfinomító fele. Arra lefelé. Mindegy, megtaláljuk ám, srácok, nem lesz ebből gond. Ezt meg kéne tölteni, azt akkor el is kéne adni. Meg ugye akkor majd menni fog az összeszántás az erre, csak hogy behordjuk a silóba. Az sem lenne hülyeség. Nem tudom, eladjuk. Mondjuk nem izére kell, gyerekek. Nem kenyérre kell a pénz, úgyhogy meghagyhatnám. Lehet, hogy azt csinálom, hogy behordom silóba a francba. Aztán nem kell izére, nem kell most elhordanom, nem? Ezt majd lehordjuk. Tudom, hogy figyelj, ki is tudom számolni, mennyit fogunk kapni érte, hogy mennyink van, mennyit fogunk kapni érte, nem kell itt annyira belefolyni abba, hogy jó, most akkor mi van, mert körülbelül 2800-3000-re számolunk, akkor is egy ilyen fuvar, az ugye 180 000-et ér, körülbelül 180 000-et ér egy fuvar, vagy talán kicsit többet, 200 000-et ugye, hogyha tele lenne, és ki tudjuk számolni, hogy hány fuvarra való van. Egyébként a bab ekkora földeken, itt ilyenkor most már nem olyan nagy hülyeség, ugye? Jól látja a kívül. Nézzük meg teljes termelődötte. Hú, csak jó kis gazdaságunk van, mi? Milyen szuper. Na, azt mondja, hogy... Ugye most már van kijelzőnk, aminek nagyon örülök. Ó, már van, 69 liter tej. Na és erre voltam kíváncsi, hogy most akkor megnézem, hogy el akarok adni 69 liter tejet. Akkor igen, a tej...
Ez nagyon kemény, mert ugye a költsége, hogy elszállítatom, az 508 euróba kerül, ugye mindenképp kijön érte a kamion, meg kijön érte a tartálykocsi, csak a tej értéke, amiért eladom, a 169 euró. Úgyhogy nem annyira nagy üzlet még, hanem ebből jó lesz, hogyha jó sok lesz. Oké, na, viszont, igen, van ganyénk. Ezért ezt elkezdhetném. Igazából mondtam, hogy egy ilyen 8 milliós határt azt kellene hagynom magamnak, úgyhogy... Várjál, hol a hemp? Mert hol van a hemp? Ezt nem tudom, hogy hol van. Global Campaign-nél van, itt van a Hemp Factory. De jó. És izé kell neki, víz kell neki, és... És trágya, látod? És akkor ez a hemp. Hát ez nem tudom, hogy működik, meg milyen, de valami olyan helyre kellene ültetni, ahol igazából más nem tudok, meg valami jó nagy földre, nem? Hogy akkor ez, és ez mennyit ér, mennyire éri meg? Mennyire éri meg? Várjatok, nézzük már meg, hogy mennyibe kerül a hemp. De azt hiszem, hogy láttam én itt valami hempet. Hát a gyerekek, ez ilyen semmi pénz. Pékség veszi be azzal. Ez komoly? Ez nekem jó lesz? Hogy olyan hozom, 602-t ér, érted? 602-t. 600-at ér. Hát az izé minden jobbat ér. És figyeljetek, csináljunk egyet, nézzük meg, hogy ez mennyit, mennyire jó, nem? Egyet csinálunk, várjátok, egyet valahova jó. Aztán tényleg akkor ki lesz próbálva. Mert én most egy kicsit így félek ettől. Ez egy ilyen hülyeség lesz. Ilyen lerakhatnám ide kapásból, vagy valahova. Egyet csinál a keeper, azt megnézi, hogy mi a szitu, jó? Maximum akkor majd az lesz, hogy el fogjuk tüntetni. Nézzük meg egyáltalán, hogy néz ki, mert egyébként érdekel maga a témám, hogy mégis milyen, hogyan van ez, meg micsoda. Ha gondolom ide kerül, hát ezt egy kicsit lejjebb kell volna rakni, úgy látom. Valószínű ide kerül. Ezt ki tudom nyitni, vagy valami csoda? Nincs itt semmi se. A hard van, hogy hemp, water kell, meg manúr. De hogy ezt hol kell, valószínűleg ide kell a water, aha. A trágya meg az hol kell le, more. Szerintem ide kell a trágya. És ez hogy kell ide a trágya? Ide öntsem? Vagy mi a szar? Szó szerint. Egyébként ezt jól sikerült leraknom. Megmondom, hogy őszintén nekem nagyon nem tetszik, hogy ezt így sikerült leraknom. Úgyhogy a pénzt is bukunk rajta, leszarom, de én ezt föl fogom menni, mert nekem ez nagyon nem tetszik így. Van egy ilyen, tudjátok, egy ilyen bolondériám, hogy valahogy jól nézzen ki, ha már egyszer csináljuk, nem? De akkor úgy kellene, hogy így lesz. És akkor lejjebb engedem egy kicsit több ára, aztán az a baj ugye, hogy nem nagyon látod, hogy milyen magasra. Magasságváltoztatással Ctrl és Q és E. Na, majd legyen inkább akkor mit tudom én, hogy mint a Ben lenne a földbe, inkább mint hogy kín legyen szerintem. Nem tudom mennyire kell lennie, gondolom, hogy szintén. De eléggé hülyén van megcsinálva. Jó, hát ez már jobb, ugye? Már jobb, de szerintem még mindig nem tökéletes, de jó van, oké, jó lesz ez így. Ja, igen, itt kell, itt tudod megnézni. Nem tudod kinyitni, vagy ilyesmi? Open product menu. Uh-huh. Itt van 20 000 liter hemp. Lesz 100%-on. Manúr. Jó, megnézzük gyerekek, hogy ez hogy működik. Jó? Figyeljetek, ha már egyszer... De jó néz ki a Big Bot. Hogy rohagy meg? Meg termelőrget, figyeld az a tejecske. Mindjárt megnézem. Hozok egy kis ganyét. És az olajnak, az olivának akkor nem ez kell, hanem folyékony. Ugye? Ha jól sejtem. Nem száraz kell. Na nézzük, hogy ezt most tényleg így kell ide csapnom. De figyelj, ezt nem izé kell neki inkább? Ez jó lesz neki, hogy ér ilyet tök ide? De ilyen, ilyet ír. Ezt írja.
Ó, mindjárt kiderül. Szinte érzem az illatát. Megnézzük, hogy ez mennyire produktív, mert nem, valahogy nem érzem benne azt, hogy annyira. És ezt biztos ide kell öntenem, olyan gyerekek ide csaszom. Ezt nem, nagyon nem ide kellett volna önteni. Ó, oh, te fiú. Na ugye még mindig nullát ír. Ja nem, ez a produkt, az ő, ez az, ami készül. Na hát ezt akkor ide öntöttem a szart. Ez úgy jó lett. Ide öntötte a szart, ez így jó lett. És ez föl se szedé verre a tüze, jó baj. Ujj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 
szinten, úgy érzem. Hanem ide kerül a helyem. Jó, hát egy kis szart oda ittem. Ittem belé. Ide kell a szart, ebbe a tárolóba, tuti. Ugye? Ebbe a tárolóba kell a szart. Ugye itt nincs kirakás, hanem így önteni tudom. De most, hogyha ez ide se jó, akkor megőrülök. Szerintem ide kell a szart. Hoppá! Megindult a kanabisz, gyerekek! Nyomjuk a kanabiszt. Vittünk egy kis szart. Oké, mennyi, hogy állunk? Aha. Szar az van bőve. 14.000 liter telet csaptuk az egészet. Oda nézzetek, megy a kanabisz biznisz. Meg kellene egy kis víz, csak az a baj, a víz, az bajos. Az bajos, mert a vizet nem tudom, mi az anyámmal fogom idehozni. Mert fönt, az valahogy nem szívesen. Ez mi? Ja, dízel. Egyébként ezért dízel, az tök jó. Szerintem a dízelből lehetne gondolkodni. Na várjál, álljál meg egy pillanatra. Itt ezt meg kéne tölteni, itt ezt folyamatosan így töltögetni kell. Ebben ez az a baj, 500.000 kell, és még mindig 61.000-nél vagyunk. Még jó, hogy nem kell szállítani, hogy ide vettem egy ilyen szart, tudjátok. Júj, várjál, baj van! Nagy baj van! Annyi munkám van, nem bírom elviselni. 89%-on van a kombány. Még jó, hogy észrevettem. Gyerekek, hát itt megőrülsz. Egyébként ez a hemp, ez nem tudom mennyire lesz jó, de viszont vizet kellene neki inni. Csak nem tudom honnan. Nem biztos, hogy ez a hemp annyira jó, utána kellene nézni. Mert ugye elvileg lehet olyat is, hogy így elveted a hempet, mint ahogy így el van vedve itt a... Mi ez? Bab. Ja, vizet kellene neki szervózni, csak most már még arra sincs időm, megmondom őszintén, úgyhogy majd valami mindjárt lesz, valamit majd kitalál a keeper, csak meg összeszántani is kellene. Való te fiú, hát te mit csinálok én ittem ma? Úristen, hát itt az összeszántás, micsoda, hát ezt a földet is hozzá akarom csapni, tudod? Jó, gyerekek, jó, ezt ide egyelőre megállítjuk. Hát az összeszántás az most nagyon durva lesz, durvább lesz, mint eddig volt. Mert ugye most itt földvásárlás is lesz, de viszont a földvásárlás lesz, akkor viszont el kellene adnom mégiscsak a szóját. Mert beszéltük, hogy azért 8 millió alá nagyon nem menjek, de itt megveszem az összes földet, akkor rengeteg. Nagyon le fogok alá menni, úgyhogy itt kellene egy kis pénzt termelnünk, gyerekek, mert ebből így nagyon nem élünk meg, mert most megvettem azt a hemp farmot, az is vitte a pénzt, úgyhogy muszáj eladnom. Muszáj eladnom. Egy forduló az egy olyan 180.000 gyerekek, úgyhogy... Hát ezt nem hiszed el, nem álltál rendesen alá. A szójabobot akarok belengedni, ha egyszer az van benne, mit gondolt a testvérem az úrba? Igen, meg kell nézni a helyzet. Szójabob beladása. Buszáj, gyerekek! Köl! Igen. De van jelölve? Akkor jó. Na jó, megyünk eladni. Hogy merre, azt ne kérdezzétek, valamerre arra le. Ki kell találni az útvonalat. Meg fel kéne szedni, nem tudom mi az a kossz. Meg kellene ugye ülni is, összeszedni a hamsterrel, kellene, lehetne már megint kaszálni. Szóval van itt munka bőven. Na, ez mutatja a jel. Na, csak nehogy vasúttal kellett elhoznom, mert akkor megőrülök. Oda kell bejutnom valahogy. De vasúttal is lehet hozni szajrét. Remélem, hogy nem vasutas cucc lesz.
Itt hajó van, meg minden, Jézus Isten. Nekem a izéhez kell venni oda a silókhoz. Gyerekek, hát hogy tudok itt bemenni? Ja, ott volt a főbejárat. Eljöttem valami nagyon csúnya helyre. Hol a főbejárat ennek a kotlának, gyerekek? Most elmegyek itt a sűneken. Bocsászt, fakereszt. Mik vannak itt, a Isten hallod? Ki kell találni, hogy... Hát valószínűleg az utat kellene volna követnem. Igen, vonattal is lehet ide beordani. Aha, jó, itt ide kell hoznom, az oké. Okay. Hú, de meg van csinálva, gyerekek. Hú, de meg van csinálva, ide kéne valahogy bejutnom. Talán egyszer be... Na hát ide az átrakókocsit nem kell volna berangatni, nem azt hiszem. Mibe akadtunk el? What? Igen, hosszúak vagyunk. Jó, mindegy, el kell adnunk gyerekekkel pénzt termelnünk. Ez olyan mennyi? 180 ezer körül lesz? 187, tippeljünk. És akkor abból megveszünk a földeket. Még nagyobb földeket, és akkor még több... gyerekek, az most lekoppantott? Vagy pont jó volt. A lámpát majdnem levertük vele. Jó, viszonylag... jó, mert simán tudunk pluszot termelni már, és ez már egy jó dolog. Hát itt nem akarok neki tojás, nem akarok neki állni tojást termelni, úgyhogy arra számítsatok, hogy itt tojást termelés, ezt el lehet felejteni. 196 ezer egy forduló, az nem rossz. Hát szerintem egy 4-5 forduló simán van, várjátok, hol tudok itt kimenni? Arra biztos nem, úgyhogy akkor csak erre. Meg kell találni majd kivezető útot, mert ez nem jó nekem, hogy itt... Hú, gyerekek, itt azért bele lehet ugratni a vízbe. Mi, hogyha egy rosszul jössz? Itt ki lehetne menni, de nem akarok, ilyen... De figyeld! Itt kell kimennem? Ezek szerint nem, mert másfél nem tudok. És van izé, van. Van itt is egy darut. Hát az valószínűleg ott kell kimennem, ott a kapu. Remélem, hogy kinyílik a sorompó. Hogy valami csoda, nem? Szerintetek? Meg van csinálva? Le van animálva? Hú, hát le. Ija, akkor itt kell bemennem. Jó. Ezt jegyezzük meg, gyerekek, mert itt a szívás lesz, hogyha itt mindig kevergek. És ezen a pici úton kell bejönni. Aha. Jó. Nem annyira veszélyesen rossz. Meg elég közel is van egyébként. Én azt hittem, hogy ez távolabban, de nem. Teljesen jó. Meg figyelj, 150 km per órával nincs semmi messze. Jó, még egy bőven el tudok hozni. Ugye 200 ezer egy fuvar, az csak jó nekünk. Elratjuk. Szelpontot, vagy igen, egy szelpontot azt tudnék venni. De hát nem akarok még, esetleg később majd veszünk. Ide beraknánk kalámi. Jó. Szóljabb a 50 ezer, hát ez most nem lesz egy full fuvarnyi. Mit akartunk csinálni? Akartunk, igen, most már akkor tudok venni földet. Tényleg azt akarom, hogy 8 millió alá nagyon ne essünk be, jó? De a 14-esen mi van? Mi az a piros? Felső része ki, a felső része eltávolítása, ugye jó. Terménytípusok. Jó, akkor földvásárlási projektet be kellene kezdeni. Ugye beszéltük, hogy megveszik a 11-est. Meg igazából más nem. A 11-est kell, hogy megvegyem, ugye? Első körbe. Az mennyibe kerül? 81 ezer. Jó. Nem megyünk 8 millió alá. Az összeszántással lesznek itt komoly, kemény dolgok, meg ugye ki kellene valósni a fákat, meg ilyesmi. Itt még, ide még férne, úgyhogy lehet, hogy fölmegyek. Fölmegyek, aztán tudok akkor ebbe üríteni még egy 20 ezer liter, 19-et. Akkor annyival megkönnyebbül a kombájnunk. Ja, itt még szerintem egy 70 ezer liter lesz, úgyhogy egy 600 ezer... Hát egy 600 ezer eurónyi azért leugrik erről a földről már most. Ne felejtsétek el, se permetezve nincs, és se trágyázva nincs. Úgyhogy az nagyon-nagyon sokat dob, vagy visszaesik rajt. Sok-sok-sok visszaesést eszközöl. Az nagyon szar, mondhatjuk úgy, hogy nincsen
se trájázva, meg még ráadásul gyomos is. De ugye következő körben már nem fogjuk ezt elkövetni, ezt a hibát. Jó, figyelj, ezt még eladom, és akkor összeszántás indul ezerre, jó? Meg közben a bányát kéne rendezni, hogy azért legyen nekünk pénzünk. Azt megtöltöttük vízzel fúrva, meg szerintem szóinnal, akkor elleszámoz egy, szerintem még egy hetekig is, tehát ilyen 5-6 részen keresztül itt nem kell hozzányúlni, csak hát most kell. Kicsit instabil ez a kamion, de nem rossz. Lehet, hogy ki fogunk próbálni majd másokat is, de nem biztos, hogy ez a legtudibbám. De hát, ha már egyszer most már megvan, akkor használjuk ezerre. És akkor itt tudunk bemenni, ugye? Ugye most az árakkal annyira nem majnáltam. Nem, nincsen korlátlan... Vagy nem itt kell bemenni, hanem egy odébb. Nincs korlátlan férőhelyem sajnos. Vagy nem sajnos. Úgyhogy nagyon etárolni se tudnám, legyen eladva, aztán kész, meg akkor legalább nem megyünk 8 millió alá nagyon. A gyerekek, itt van eladópont bőven, mi? Ilyen helyre egyébként, várjál, az mit tudtam ott eladni? Mit kell oda vinni? Meg akarom nézni, várjál, most már gyorsan visszafutok. Nem tolatok vissza. Mert az tök jó, hogyha... Aha... Ez üzemanyagot itt veszik. Hmm. Üzemanyag gyerekek. Hmm. Üzemanyagot termelni, az nem tudom, azt hogy is kell. Rá kell oda jönni, ugye természetesen. Meg ugye ott nem csak az aranyat tudom eladni, hanem ha írtátok ezt a tailings-et is, vagy tailice-t, vagy nem tudom, hogy azt. Ez valaki írja meg el, hogy ejtik, mert 36 részen keresztül rosszul fogom mondani, különben, hogy nem mondjátok. Inkább úgy csinál, ha kicsit kiárok, hogy nehogy befeszüljön ez ide. De hát ez, igen, most jó lesz. Oké, megint 200 ezer. Visszagangolunk, mert ugye még a kombányban azért még lesz. Jó van, de igazából nem ebből fogunk meggazdagodni, én úgy érzem. Na most belegondoltak, ez tök sok időt elvesz. Csak egy ilyen, mit tudom én, milliókat, egy-két milliót tudsz kikapni belőle egy aratással. Azért jó, tudom, ez nem kevés. De azért 1 milliárd eurót ezzel összeszedni nem kell. Úgyhogy megint okosságokat ki kell találni. Mint például a bányászat, meg állattartás. Ajtó! Jaj, egy picit megakadtottuk a hátfélt. Nem tudom, én sosem szoktam leponyvázni. Biztos, hogy egyébként szállításkor le kéne ponyvázni. De nem tudom, nem szoktam. Lehet, hogy valakit írét áll, hogy hülye kipör nem ponyváz, de... Jó, 8,3 millió. Jaj, de jó, legalább pluszba vagyunk már egy kicsit már, mint úgy értem, hogy valami pénz be is jött, nem csak megy. Nagy ízét kellene, gyerek, ilyen olajfinomítót csinálni. Mármint ilyen nagy olajüzletbe belefogni. Az olajban van pénz. Nézzétek meg az arabokat! Ugye? Megyek föl, leürítek, aztán akkor jövök szántani, nem? Összeszántunk. Meg itt ki kell vagdolni a fát. Itt nagyon durva ízek lesznek műveletek, ám. Itt komoly dolgokat fogok csinálni. Durva dolgokat. Jó, és a maradék szerintem már majd hogyan belefér. Szóval, ja. Úgyhogy még egy izével lesz kamionnal. Hát olyan hatalmas nagy összeget, mondom, egy olyan 600 ezeret szerintem nyerünk le egy ilyen földről. Hogyha meg lenne trágyázva, meg nem lenne gyomos, akkor szerintem az izé az beugrana. A több mint 1 millió. Szójababnál. Hát, érted, de most azért ez nem kicsi föld. Júj oda rézé! Ajaj! Ez jó, hogy láttam, lehet, mert pont nem fogja sikerülni.
Hát nem adja föl, hallod? Harcos természet a csávó. Jó, megcsinálta. Na, viszont akkor gyerekek, szántani kellene. Ugye, valami olyasmit kellene művelni a szántással. Kellene foglalkozni, ahhoz meg kellene egy Big Bad. Meg kellene egy marha nagy eke. Aztán már mehetünk is. Van minden is. De hát a szántás az most ilyen epic szántás lesz. Ide meg tudom, hogy kéne víz, egy csomó minden kéne, de most egyelőre azt hagyom. Várja, viszont a izét fönt néha nézzünk rá, hogy menjen bele bőven a... Hol vagyunk? Oké, okay. Ürítés. Így is bazzem eddig tart, hogy csak kibeüríted. Nem, még az kellene, hogy... Jó. Ja, a Stalingset, azt te kell adnom. Ide egyébként egy kicsi traktor vennék, meg egy dollit, aztán akkor itt az állhatna, érted? Akkor nem kellene állni ennek a nagy dögnek. Ez nem lenne egy utolsó dolog. Na, hova tűnt? Nem ő kell, hanem a Big Bad. Hát ez nagyon durva lesz az összeszántás projekt. Van az a nyárfa dolog, tudjátok, ilyen... Ez mennyire hoz pénzt? Mert nem az, amit kivágsz, hanem amit így aratsz. Tudjátok, ez a... nem tudom, minek használják. Talán tüzelőnek, vagy nem tudom, vagy brikettálják, vagy nem tudom, mire jó az. Talán, egy kis fültetvény, hogy azért nem... Érezzük a törődést. Nem tudom, nem, meg akartam nézni, hogy a tejnek azok mennyi tej. A tejből lehetne nagy pénzt alkotni. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy valahova tejneket el kellene kezdeni nagyba. Most így azért ráéreztünk, hogy van, érted? És akkor mit leraknánk egy ilyen 80 ezer tehenet, azért lehet, hogy úgy baráti lenne. Na figyeljetek, az a gond, vagy az a helyzet, hogy akkor ezt a 11-est kellene majd hozzácsapni itt mindenhez, de ez elég nagy projekt, úgyhogy átmegyünk a másikhoz, ami szintén nagy projekt, de azért ennyire nem durva. Mert itt ugye ezeket a hatalmas területeket fel akarom szántani. De hát most így nem akarok nekiállni, hanem az egy másik részbe vagy valahogy legyen. Hanem akkor itt, a 23-ast kellene hozzácsapni ehhez. Ami szintén nehéz, de talán annyira nem. Combine. Meg tud fordulni? Ott legangol azon a lejtőn. Nem tudom, miért nem csinálja azt, hogy mit tudom, hogy visszatolat. Ilyenkor miért nem érzékeli? Na, és akkor meg kell csinálni területek létrehozásának engedélyezése. Kellene egy X-et nyomni. Egy F-egyet, mert ezt eltünteti a keeper. És... körülbelül, ugye? És itt már neki is állok, aztán hadd szóljon. És akkor ez a kettő is össze lett durrandva. Nem, miért nem. Úgy. Oké. Okay. Hopsz, nem kell volna még kiemelni, mert a B... Hát jó van, jó lesz az úgy. Megnézzük a másik felét, hogy ott mi a helyzet. Mi a szitu. Viszont egy fordulókört, azt lehet, hogy le kéne csapnom ott leválasztanom. Mert ott ugye túl közel van a sín, aztán szenved vele a gép. Meg a csücskét akarom leválasztani, mert az is nem jó, hogy ott az a csücsök. Ne csipogj el, testvérem! Mert a csücsök az se jó, hogy ott kilóg. Mert azzal is csak gond van, tudjátok, a végén ott szenveded vele, nem tudod normálisan. Itt meg itt az acélgyár, nem? Vagy mi ez? Vagy ez a borászat? Úristen, mennyi minden van itt, a Isten. Ezt viszont jó lenne letermelni, ezt az erdőt, de ezt egyébként valami darálni kellene. Ezt van olyan daráló, amelyik így bontatható, vagy valami, aztán hozni egy ponzt, nem tudom, hogy a pálmafával elboldogul-e, csak elboldogul, ezt azzal megcsinálni lehet, hogy valami ilyesmit kellene, nem, srácok? És az egészet itt ledarálni mindent. Ez így lehet, hogy jó lenne. Na, ez meg álljon be egyenesre, nem tudom az utolsó ekefej az meddig fog kimenni.
Úgy körülbelül szerintem jó vagyunk. Ha nem, akkor majd még megyünk egy kicsit arra. Így. Be kellene állítani, mennyire? Hol van a fok? 90 fokra kellene beállítani, ugye? 95 sok. 89 nem olyan egyszerű. 90,8. 90,6. Jó, megyünk így, aztán Isten áldjon. 90,5, 90,3. Oké, ez így jó lesz. Így lehúzom, és ami fölösleges, már mint annak a 23-esnek így a plusza sarka, azt meg azt fogom bele csinálni, hogy ezt meg lecsipem. Az meg nem kell. Itt látod? És az nem kell. Na, srácok, ez hozzá lesz ide csapva. Látod, milyen tök jó lesz? Mekkora terület? Apám, az nem mindegy. Ezeket a fákat lehet, hogy kidurrantjuk. Majd ha megveszünk itt a felső részt, akkor természetesen a sargár vissza lehet csapni hozzá. De egyelőre szerintem ez fölösleges. Oké. Fordulunk egyet. Visszatesszük kb. Ide, ugye? Aztán mehetünk visszafele. Kétszer-háromszor leúzom így. Aztán akkor mehetünk hosszába is ma. Kezdem érezni ezt a szántást ezzel az ekével. Tudom, egyébként oda-vissza szántok, tehát ez technológiailag nem jó, de hát annyi baj legyen, én úgy gondolom. Srácok, azért az nem lesz egy rövid föld, ugye? Amire végigér rajta a kombájnod, arra megőrül a kombájnos. Egyik főnököm mondta, hogy mentünk egy ilyen hosszú úton vele, főnökömmel, aztán mondta, hogy mondtam neki, hogy nagyon rossz az MZ-vel, akkor volt egy ETZ MZ-m, hát az nem egy világbajnok motor, tudjátok, örülsz neki, hogyha mész 120 lejtőnek lefele. De mindegy, azt mondtam neki, hogy azt utálom, amikor ilyen hosszú egyenesekben, amikor megyek az MZ-vel, aztán olyan lassan, lassan megy az idő, lassan múlik az idő, mert ugye sokáig tart végig menni rajta, azt elkezdi. Az nincs semmi. Tudod, milyen rossz? Amikor megyek a hajómmal az egyik szigetről a másikra a tengeren, aztán azt hiszem, hogy soha nem érek oda. Azt képzelem, milyen rossz. Hát mondom magamban, azért lehet, hogy az MZ-vel a 30 fokba az aszfalton végigmenni a, mit tudom én, a kanizsai egyenesbe, lehet, hogy egy fokkal rosszabb, mint a jakton, érted, vagy a hajón az egyik szigetről a másikra átmenni a tengeren. Földközi tenger. Nem tudom, hogy tudnék vele vitatkozni magamban, mondom, csak nem akartam. De egyébként értem, hogy mire gondol természetesen, az is, az biztos azért. Hát mindenkinek megvan a maga problémája, érted? Valakinek az rossz, hogy az MZ lassan megy, és nem annyira változatos 68-szor végigmenni a kanizsai egyenesbe vele. Valakinek meg az, hogy a földközi tengeren az egyik szigetről a másikra nem olyan izgalmas átjutni. Hát tényleg, azért problémák és problémák között azért néha tudnak lenni különbségek, ugye? Srácok. Jó. Viszont ez az összeszántas, ez egész jó haladási. Közben nézem ám egyébként a kombájn, az szépen 75%-on van, 76%-on van. Én úgy érzem, hogy az bőven... Gyerekek, ez a föld, ez nem lesz kicsi? Ezt figyeljetek, ezt megcsinálnám azt, hogy ezt búzával megküldöm, vennék egy csomó dikolat, azt megvan, érted, megvan a pénzszerzés, csak nem akarok ugyanazt csinálni. Én úgy érzem, hogy ne az legyen, hogy mindig. Mindig tök ugyanazt csináljuk, hát úgy valahogy nem tudom, nem látnám értelmét. Vele persze látnám értelmét, mert könnyebben jönne a pénz, de hát most akkor nehogy már mindig ugyanaz, nem? Gondolom, ti is támogatjátok, hogy valami változatosság legyen, mert biztos gondoljátok, hát nem olyan lassú, gyorsan, nem nagyon érem el az 1 milliárdot, meg jó lassú, meg minden. De hát tényleg több emberrel is beszélgettem róla, hogy pörgetném ugye azért az időt alsó szegen, meg fordanám be azért a búzát, meg eladópont minden izéje alá, minden egyes tyúk óla alá, aztán folyamatosan jönne a pénz, de hát... ne. Nehogy ma. Hát ez túl egyszerű. Meg túl az, túl nem az, hogy túl egyszerű, hanem az unalmas. És lehet, hogy akkor meg lett volna még 100 rész alatt, de azban a 100 részben azt láttátok volna, hogy pörög az idő. Akkor why? Akkor mi értelme van, nem?
Ó, lári. Egyébként ott már mindjárt gyorsabban haladunk ám, mert csak egy ilyen szűkebb parcella van. Szóval nem olyan veszélyes. Jó, az még 82%-on van, és még mindig. Szerintem az a baj, ott már nagyon sokat kell forognia, tudjátok. Mert ott nagyon szűk a keresztmetszete annak a földnek. Egyébként, ahogy lenne elszem, lehet, hogy azt csinálnám, hogy igen, és be is fejeztem a munkát. Lesarabolnám az ilyen nagyon szűk részeket. Igaz, hogy föláldozódna, tehát kevesebb lenne a föld, viszont lehet, hogy a munkába meg sokkal gyorsabban végeznénk, és akkor ugye mégis hatékonyabbak lennénk. Csinálnánk egy ilyen nagy kockát, és nem, kitüremkedések nélkül. Érted, hogy gondolom? Szerintem sejted. Mindjárt megindulunk ám lefele, mert itt már izé van. Ez már nem annyira hatékony, hogy itt 20 métereket szántok keresztbe. Viszont ez nem lesz rossz, ez nem lesz rossz. Ha megindulunk lefele, te. Itt a szélibe, itt jó egyenes. Jó, de jó lesz. De jó, hogy nincsen itt telefával minden, de mondjuk ott azért kell küzdelem az egyik része. Na figyelj, itten lerakjuk. Itt tök jó, mert csak annyira kell figyelned, hogy a kerek, mondjuk a jobb oldali kerék az mondjuk a földön menjen még, azt akkor biztos, hogy benne vagy a tutiba, látod? Úgyhogy jó lehet ezzel szántani. Big Bud meg az a leke, ez tök jól működik együtt. Volt az a másik csuklós, igen, az mind a kígyó, apám. Az nem volt egy nagy üzlet. Na, itt ezt gyorsan lefő megcsinálom. Egyébként azt nem nagyon akarom megoldani, hogy itt most a földek szélét is ugye hozzászánthatnám, de épp az jó benne, hogy a földek szélén vannak nagy helyek, tudsz forogni, tudsz leparkolni gépekkel, nem az van, hogy mindig a földre kell állni. Szerintem ez így jó. Mindjárt oda vissza megszántjuk, ez a vége meg is van. Másik végén van egy kicsit nagyobb munka, mert ott azért elég nagy területeket kell felszántani, meg kipucolni, meg minden. És amúgy meg tök jó haladunk. Tök jó haladunk. Legszívesebb kúriát el kéne adni, azt is beszántani, mi? Pénzt az nem hoz. Viccei. Ja, itt is ugye végig mehetnék arra egész végig le. De hát így is elég nehezen fordul a kombájn, akkor mi lenne hogy bele, hogyha még azt is elcsesztném. Na, viszont itt ezt keresztbe meg kell húznom, mert itt elcsesztem, látod, de itt vannak a bajok. Itt ezt le kell húzni a keepernek. Oda-vissza. Kicsit kezd rongálódni a géppark, majd meg kell javítgatni őket. Egyébként most én ezt jobban átlátom, ezt a mapot, meg ezt az egész szet, mint az alsó szeget, nem? Az olyan nagyon kacifántos volt, meg így nagyon belefogtuk mindenbe, meg nagyon sok időt töltöttünk el rajt, és emiatt olyan kicsit nekem olyan elveszettebb voltam már rajt, meg ilyen nagyon zegzugos. Ezt így valahogy jobban átlátom. Tényleg nem a mapnak a hibája, meg nem, most nem vagy a készítők, így, meg elég, mindig így mondom, hogy ez ezért meg azért jobban tetszik, mint az alsó szeg, de tényleg ez nem azért van, mert az nem jó map, meg hogy az nem minőségi, ez egy iszonyatosan brutálisan nagyon szuper jó map, viszont ez más jellegű, és egy ilyen kihívásra jobb. Erre a kihívásra sokkal inkább használható. Az meg ugye magyar valóság autentikus, rettenetesen jól meg van csinálva, úgyhogy nehogy, nehogy az, arra azt gondoljátok, hogy én azt pántom azt a mapot, hanem ehhez így jobb, érted? Ez olyan, mint hogy mondjuk van egy Ferrari F40-es, de mondjuk én telepetre akarok menni, arra lehet, hogy egy Niva jobb, érted? És érted, hogy mire gondolok, az nem az F40-est minősítem azzal, hogy azt mondom, hogy úre jó, sokkal jobb terepjáró a Niva, mint az F40-es, ezzel nem fikázom le az F40-es Ferrarit, hanem azt mondom, hogy a jobb a Niva a terepre. Ez épp ez, hogy erre a kihívást, ez a map, ez jobb. Az meg abban jobb, hogy ugyan autentikus tényleg, úgyhogy ezt nem, most nem magamat mosom, meg nehogy azt gondoljátok, hogy most próbálom, de nem, ezt értitek, remélem, hogy értitek, hogy mire gondolok.
Mert ugye kapásban ezt bírtam, hogy ugye volt a map bemutató videó, és akkor jött olyan komment, hogy fúj, ez a map szar. Csak ennyit ír valaki. Azt én így tök megértem, hogyha valakinek nem tetszik, valamiért, akármiért, de az, hogy szar, az szerintem rossz. Rossz definíció. Nem? Ez olyan, mint hogy a csokifagyi szar, nem tudom, mindenkinek, valaki szereti a csokifagyit, valaki meg nem, és de attól még nem szar, hanem nekem nem tetszik, ezt úgy kell mondani. Mert egy szubjektív dologra persze lehet azt mondani, hogy szar, de az igazából akkor mondjuk a véleményed, hogy szerinted szar, nem? Akkor azért érdemes hozzátenni, hogy nekem nem tetszik szerintem, nem? Azt valahogy így kell. Mert szubjektív dolog az tényleg lehet, hogy valakinek az a legkirályabb a világon, valakinek meg, ahogy te fogalmazol, szar. De az valakinek. Például neked. Na. Visszafele nem nagyon tudom, hogy hol kell menni ezzel az ekével, aztán ilyenkor nagyon túllógatom, de inkább lógassam túl, mint csikot hagyjak, mert akkor meg megőrültök. Hogy itt pörgök majd egy méter izén. Füves szakaszom, mert nem tudom, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Hát az lenne jó ugye, hogy mindig egyfele szántanék. Gondolom át lehet ezt fordítani, úgyhogy itt teljesen átfordul az egész. X-el, vagy nem tudom. De nem forgatom én itt ezt most, jó? Bocsánatot kérek érte. De így ez tök jó, itt nagyon jobban lehet állítani. Na, hozzá van szánva a 23-as, te Máriám, hallod? Ez kemény lesz, ám. Jézus úristen, mit művelek én itt? Jó, ezt a kukoricát már kiszántam ezzel a nagyekével. Meg akkor visszafelé, Isten áldjon, azt jó van. És akkor a 23-as hozzá van szánva. Gyerekek, az egész mapot összeszántam, mi? De figyelj, hogyha ilyen monokulterás... mi az? Mezőgazdaságot végzek, ugye, hogy csak egy dolgot. Na, átadjuk, erről beszéltem. El is csesztem. És még ott is megmaradt. Erről beszéltem, hogy el akarom spórolni. Ezt akkor meg össze-vissza úszkodhatom. Igen, hogyha ilyen monokultúrás mezőgazdaságot folytatok, akkor érdemes összeszántani. Hogyha nem... hogyha egyfajtát akarok leginkább ugye termelni. Nem? Én így gondolom. Nem tudom, ti hogy gondoljátok. Na, azt meg már húzza el, mert megőrülök. Húzzat, ott maradt! Nem hiszed el, hallod? Látod, és ezért inkább nem érdemes inkább. Most kettő helyet háromszor kellett elvennem, emiatt a szar kis idejé miatt, tyúkszar miatt itt. Na nézzük, mi a szitu. Egyébként ennek a végét hadd csináljam már meg, és jó srácok, mert itt, ez itt nem fog maradni. Na, itt mondtam. Ezt a csücsköt én itt lecsapom, mert ettől fogunk megvadulni, higgyétek el. Ezt itt megnöveljük. Befössük. Várjál. C. Nem. X. Igen. És... el kellene a fűjesre. Nem tudom milyen fűjes van itt, úgyhogy inkább csak kicsibe. Hát ez szerintem tökéletes, nem? Mit gondoltok erről? Szerintem ez szuper. Lehetett volna olyan barna fődise. De jó lesz ez füvesre. Az a lényeg, hogy... ugye... itt már nincsen szántok föld, úgy érzékelje. Hát ez nem pont ugyanaz. Mert... akkor itt csak bagyolodalmak lesznek. Ennyi. Mert kisebb lesz, de viszont akkor ez a vonal, ez ilyen hót egyenes, látod? És akkor eddig lekoppanik, és akkor onnan megy vissza. Viszont itt is kell, lehet, hogy egyébként azt kéne csinálnom, hogy...
Ezt. Csak az a baj, hogy nem tudom egyenesre, látod? Mert ilyen szögletes kutyaszar. És ez engem tök frusztrál. Mit csináljak vele, gyerekek? Melyik a legnagyobb? Mekkora? Az a gond, ha nincs forduló, akkor nincs neki hely, hogy forduljon, akkor meg el van csezve az egész. Ezt szépen fejezem ki magam. Ezt muszáj így megcsinálnom valahogy. Úgy gyerekek, milyen hosszú ezt a édes Istenem. Egyébként lehet, hogy jó lenne le... Figyeljetek, azt kellett volna csinálnom, tudod, mit kellett volna csinálnom? Hogy most megizéljeni. Leszántani, érted? Megcsinálod így, és akkor szántani meg le tudod egyenesbe, tudod? Nem tudom, hány fokos szögbe. Úgyhogy lehet, hogy azt kellett volna, hogy így szépen lehúzom, és azt a részét, azt újra szántom. Csinálunk egy ilyen egy egyenes szántást rá. Vágod, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit dupla munka, de legalább egyenes lesz, mert ezzel nem tudod megcsinálni egyenesre. Az ekével meg azért így nagyjából le tudnánk húzni. Úgyhogy azt csináljuk, jó? Mindjárt hozom az ekét, és akkor húzunk egy csíkot egyenesbe. Jó, hát tudom egyébként, hogy veszítettünk ebből, viszont muszáj volt, oké? Vagy honnan kéne húznom, merre? Pont alulról kéne megindulnom. És akkor húzunk egy egyeneset. Nem tudom, ez hány fokos szög lehet? 45 fokos? Ez lehet, hogy egy pont 45 fokos szög, úgyhogy akkor be is tudnánk állítani nagyjából. Jó! Nincsen semmi gond, gyerekek! Ezt muszáj megcsinálnom így, mert a keeper egyenesre akarja ezt csinálni, és akkor lesz fordulókör is. Szép lesz ez így. Szép lesz ez így. Minden oké, gyerekek. Különben ugye nem tudott fordulni volna a gép. Viszont nézzétek, ez a hatalmas terület, ez hozzácsapódott. 40 évig tart átvágni rajt, szóval jó lesz ám ez így. Úristen, meddig tart átmenni rajt? Ilyen már ekkora terület innentől ideig, viszont még ez hozzá fog vágódni, így. Így valahogy. Itt akarom egyenesre, itt föl, és így. Ja, ott a másik oldalt azért még lesz munka vele bőve. Hát de ez brutális. De ekkora terület nem is volt, összesen nem volt. Szerintem összesen nem volt ekkora területünk Alsószegen, én úgy érzem. Na hát nézzük meg, hogy mennyire kell beállítanom. Lehet, hogy le is akasztom addig ezeket, és akkor meg tudom nézni, hogy ez hogy így lesz. Figyeljetek, lehet, hogy ez a... nem tudom, hogy fogom megcsinálni ezt most. Mert ez érdekes lesz. Hány fokos szögbe kellene mennem, várjál? Nézzünk egy fokot. Hát ez. Körülbelül így, ugye? Ez egy 3,15-ös fokba. Tudom, én megpróbálunk ráfordulni, jó? Na.
Ja, mert leakasztottam, és nincs izé, nincs létrehozás. Jó van, örülök. Ennek baromira tudok örülni. Jó van. Ezt nem gondoltam volna, hogy ezt így megcsinálja. Egyébként akkor így meg viszont tudnám azt csinálni. Tudom húzni, várjál, és nincsen, ugye? Nincs. Menet közben is tudnék nyomni egy V-t. Úgyhogy be tudok állni onnan. És akkor tudom húzni már. Egyébként szerintem leengedtem ezt a kotlánt. Hogy nem stimmelnek a dolgok nekem itt, most gyerekek. Miért nem emel ki? Jó. Érdekes dolgokat csinálok. Az a baj, mindig törekedem arra, hogy szép legyen valami. Most nincsen bekapcsolva, ugye? Nincs. Úgyhogy akkor az lesz, hogy itt megindulunk fölfele. Lehet, hogy húzunk egy széleset, hogy nehogy véletlenül kikerüljön belőle. Valahogy így kellene. Így kellene, gyerekek. Lerakom. Nem lerakom, bazze! Miért nem rakja le? Hát föl nem foghatom, miért nem rakja le? Jó. Talán mert nem az én területem? Na mindegy. Jó, innen. Innen nyomunk egy területek létrehozását. Oké, okay. És akkor induljunk meg, mint a szélvész arra fölfele. Így ebbe a vonalba. 316 fok körülbelül. Lehet, hogy inkább 315. Számolnom kell róla inkább mi. 315 az jó nekünk? Kb. Jó nekünk, ugye? Ki kell volna számolnom, hogy mennyi? 360-ból 45, nem? Úgyhogy akkor jó vagyunk 315-ös fokkal, hogyha a 45 fokban van ez a földszéle, ami szerintem abban is van, akkor a 315-ös fok az tökéletesen működni kell, mert a 365-ből 45. Jó, és akkor így van meg a tökéletes szegünk. Hát mindig a tökéletességre vagyunk, gyerekek. És így van forduló rész, és még szép is. Szerintem ez így jó. Viszont majd egy picit balra tartunk, úgy. Jó, hát aztán, hogyha most ilyen nem ilyen hót egyen sotrodja rám meg. Azért nagyjából jobb, mint volt. Nézd meg, hogy néz ki. Úristen, mit csináltál ide, Keeper? A végén ki tudok menni. Hülye vagyok, mert a végén is ki tudtam volna menni. Mert hát utána le tudom húzni egyenesre. A szöget nem tudom. Ezt a izét szöget nem tudom. Ezt a 45 fokos szöget nem tudom. Úgyhogy mehettem volna a végén is ki. Jó ez. Jó ez, srácok. Tökéletes. Imádom! Jól sikerül! Picit mindig balra kell korrigálnom. Így annyit nem, jó. Mert nem annyira sikerülnek a dolgok. Ja, ki tudok menni a végén? Hülye vagyok. Hülye voltam, hogy nem mentem ki ott is. Viszont ez egy jó ötlet volt szerintem, hogy így meg sikerült csinálni. Itt túl közel volt a vonatsínhez, de hát Keeper az megoldja. És látjátok milyen szépen? Ott is egyenes, itt is egyenes. És itt akkor végig mehetünk, nem számít. Érjünk ki teljesen. Oké. Okay. És ez kiemelt? Igen, nem értem, mert ugye az első taktus is, oké. Okay. Jó, mehetünk végig vissza a másik szélére, ott is megcsináljuk. Hát bocs, hogy ilyen tökölős vagyok, de ezt egyszer kell megcsinálni, és akkor utána nincsen vele gond. Itt azt mindjárt lecsipem majd. Meg a másik végét is meg kell még egyszer. Úristen, meddig tart átérni az egyik végéről a másikra, ezt mindig így meglepődök. Ja, meg kéne nézem a kombájt, hogy ezzel most akkor mi történt. Hát meg a másik végét meg kell csinálnom majd. Ami valószínű már a következő videó, mert azért ez iszonyat hosszú így. És akkor lehet itt. Hát permetező ide kell. Igazából úgy fogom csinálni, hogy nem fogok itt annyiből belebonyolódni, meg nem lesz 5 permetező, hanem addig mindig más csinálunk. Tényleg az egy jó ötlet volt. Valaki felhozta, nem tudom, hogy mi is. Ebből Zsolt azt hiszem, vagy nem tudom, mi volt a neve.
Föl, a vonat az mi az a nyári megy? Ezt se indítottam, hogy random elindul néha. Ez érdekes, gyerekek. Figyelj, meg is oldottam a kép, meg is oldottam. Figyelj, mindjárt. Ugye ezt a végét azt beszéltük, hogy így. Tökéletes, ugye? Látod? Ott is egyenes, itt is egyenes végig, oda nézzé. És itt meg tudom oldani úgy, hogy... De jó lenne, ha mutatná, hogy meddig megyek. Ezt akkor nem cseszném el talán. Na, kéz van, mondani. Tök jó. Itt is így. Ott is úgy. Ott is egyenes. Szuper gyerekek. Na, a másik vége. Odáig gyorsan átmegyünk, azt megnézzük, jó? Vagy mi a szitu. Na, itt ez jó. Mert ugye így fogunk menni. Így fogunk menni. Igen. Vissza tud fordulni, tökéletes, itt lesz neki bőven elég hely fordulni, nem fog belebonyolódni se a kombány, se semmi a munkába, mert igazából a vető, az is szerintem nincs ilyen hosszú, meg tud rajt fordulni, hanem akkor még csipünk le belőle, de úgy érzem, hogy ez bőven jó lesz így neki. Átmegyünk a másik végére, tehát etartozik egy darabig, mert azért ez a föld, amit én itt műveltem, te Isten! Hát addig tart, amíg ott van az bánya. Hát elmondom nektek, hogy alsó szegen szerintem az összes földünk, amit megműveltünk, az nem volt ekkora, mint amekkorát itt összehozok. Te zsóba! És nézd meg, learadt a tökéletesre. Ott maradt egy icipicicsik. Learadta. Ott maradt egy kicsicsik, meg egy kicsi kocka, kész. Meg van oldva. Jók a gépek, jók a földek. Nincsenek random objektek arra, amit megállítanák. A föld széle, hogyha ugye nem derékszögű, akkor vannak gondok, meg hogyha van, mit tudom, hogy ott volt a vasútsítésén közel, de hát már nincs. Na, itt kellene valamit okozni, össze kell szántani azzal. Nem is tudom, van-e valami azon? Van azon valami? Azon, nem azon volt az ab? Az ab van rajt, ott rohadt megáll az ab. Mi, mennyibe kerül? Mennyibe megy az ab? Most megint azt le kell adnom, megőrülök. Hol az ab? Itt van-e? Nem is olyan rossz, hogy sem. A végén még lekaradtam az abot. Hát figyelj, ingyen van, nem? Megküldöd a gépet, aztán learassa. Na, arról beszéltünk, hogy akkor ezt a fát. Vagy mi van azzal az abban? Olyan messze van egy csém, hogy nem látsz. Ja! Az már másik. Jó, van, oké. Akkor ott az ugrik. Ugrik! Ugrik az ab, gyerekek, ugrik. Na, itt azt van ez a hatalmas nagy távolság, ezt így be kell szántani. Jó, itt elkezdem, ezt meghúzom ezt a szélét, azt a fa részeket kivágom gyorsan, aztán mindjárt meglássuk, hogy mi lesz szám. Mindjárt meglássa a képet. De ezt ki kell itten írtam, amit itten megint vannak ilyen majom kenyérfalak. Aztán mindjárt meglátjuk, hogy mi van, jó? Pillanat. Nem tartsam eddig. Nem bírom ki, hogy ne csináljam, mert azért elég olyan érdekes dolgok történnek, és ezt így szereti a képet. Nagyon nem bántam meg, hogy átjöttünk a másik mapról. Nem azért, mert nem jó a map, hanem azért, mert iszonyat jó változatosság. Mi ezt a felét elkezdem, meghúzom neki. Itt is a majom kenyérfa. Ezek nem föld alatti fák? Szerintem ezt ki fogja darálni. Ott a Big Bad, jön el! Hello! Jó, tripla kerék, nem köllök. Na, ezt úgy kéne megindulni, hogy kb. Odaérjünk ki, de inkább érjünk ki bejebb, mint kijebb, mert akkor még tudunk húzni egyet, de hogy ki... De meg is, akkor tudok, nem akarok mindig talajt rendezni. Na, ugye tudnék talajrendezéssel itt létrehozni dolgokat. Na, jó, húzhatjuk, be van kapcsolva még mindig ugye a
Területrendezés. Ugye húzok egy csikot, aztán meglátjuk, hogy ez hova fog kiérni. Ugye 90 fokra kéne mennem, kb. Így. Ezt megnézzük, hogy mennyivel kell odébb húznom. És akkor így lesz összeszárva ez. A 11-es, a többivel. Oda nézzetek, meddig tart. Jaj, de jó! Ott kivágom a fákat. No, nem olyan nagy basszisz ez. Nem olyan nagy basszisz. Basz. Mindig szerettem az összeszántásos dolgokat. De azért most lehet, hogy egy kicsit elrúgtam a pöttyöst, mi? Most lehet, hogy egy kicsit elrúgtam a pöttyöst. Lehet. Lehet, egy icipicit. Meg itt még az alattunk lévő földet. Ó, jó van, hagyjad már. Hagyjad már, Keeper, ne legyél hülye már. Tényleg már egy kicsit tényleg túlzásba esel. Figyelj, akkor kávé itt kéne menni szerintem. 90 fok, jó. Megy a 90 fok. Oké, pont 90 fokon vagyunk. Kicsit elhúzza balra ugye a már szántott terület. Jó. Igen, megint balra húzott. Nem, most jó. Ez kb. Oda fog kiérni. Nagyon jó. Nem lesz jó, nem lesz jó. Lépcső lesz. Hát, egy borázdányi gyerekek. Nem tudom, hogy ezt érdemes-e variálni. Általában ilyenek szoktak idegesíteni, ezt azért szoktam őket variálni, de lehet, hogy elengedem. Itt visszahúzok, aztán megnézzük a másik felét is, és akkor utána már csak a közepét kell, tudod? Azért jó, hogy a két szélével kezded, és akkor már nem kell vele foglalkoznod, hogy mettől meddig kell húzni, hanem csak a közepét, mint a kiszíneznéd, tudod? Mint hogy körbe rajzolnál valamit, és utána meg színezés jön. Egyébként itt viszont... Hát jó van, itt marad minden. Az ilyeneket nem akarom, hogy a... Itt a szélén ugye látod, itt is össze lehetne, vagy ki lehetne szántani, de maradjon egy kis út, meg ilyesmi. Oké, megnézzük a másik felét. Na, hát igen. Na, hát igen. Az egyik vasúttól a másikig, a map egyik széltől a másikig. Szántsad össze a területet. Ne szórakozzál. Jaj, de jó, itt van izé, van ilyen kifutó rész, tehát nem lesz probléma. Itt fel akarom teljesen szántani. Na izéig. Itt egyenesen fölmegyünk. De ezt utálom, mert nem tudom pontosan hol fog menni. Na nézzünk. Maximum megyünk egyet, aztán utána még egyet, nem? Látjuk, hogy hány barázdával kell odébb állni, az kész. Figyelj, úgyis többet kell húzni. Na, húzunk egyet. Így. Ez 360, vagy mennyi kellett volna? Ja, ez 0 fokon kellett volna menni. Mindegy, mert nem problém. Ilyen szerintem ennél tovább nem fogom húzni, így. Hanem majd megyünk itt. Arra, vagy innen erre, vagy akármicsoda. Így lesz valahogy. És itt az egész ugye meg beleszínezze. Ott az a rész. Minden. Egész odáig. Jó lesz az gyerekek. Nem kis pályázunk. Nem kis pályázunk mi. Így körülbelül itt. Állítsuk be 280 fokra itt. Ez akkor a király dolog volt, hogy ezt mondtuk. 280-ra biztos. Nagy lóf. Ja nem, 270-re. Így 270-re.
180 a maximum a jó, a 270 az jó. Na ugye 180 meg 90. Úgy lesz a jó, gyerekek, úgy lesz a jó. Mondom ezt a só. Ezt simán kiúszhatom, ameddig tudom. Így. Oké. Okay. És akkor így megvan a, ugye, megvan a keret. Onnan még följövök eddig, az tök jó, meg lesz a keretünk. És a többit, a belsejét meg kiszínezzük. Lehet, hogy azt csinálom, majd írjátok meg, srácok, hogy megcsináljam ilyen gameplay-en kívül, leszántsam itt a közepét. Mert szerintem akkor nem kellene itt végignézni. Ez nem kevés idő, ez legalább fél óra. Ne azt nézzétek, hogy én itt szántok végig. Én megkímélnélek benneteket szívesen ettől a dologtól. De itt ezt még a színezés, vagy a körbehúzás részét azt még megcsinálnám szívesen most. Csak egy kicsit arrébb, kicsit arrébb. Az a baj, ma még nem találtam el, látod? Hát... menjünk el? Hány fokon kell mennem? Nullán? 360-on elvileg, igen, nullán. Na jó, minden leengedjük, azt valami lesz, nem? Jó, 360-on vagyunk. Kicsit kifele tartottunk a legelején, de az annyi baj legyen. Tudod, még túlhúzom, és akkor megvan a izé, meg tudom csinálni a sarkát. Ugye az én területem, úgyhogy tudok rajt színezni. Oké, srácok, meg is vagyunk. Meg is vagyunk. Körbe van húzva. Ezt a területet kell kiszíneznem, a közepét. Meg is vagyunk. Mert itt meg mindjárt ezt eltüntetem. Mindjárt meglátod, hogy hogy. Bele vagyok zavarodva. Meg lehet, hogy egy kicsit hosszú most már ez a... ez a videó. Te Isten, most merre vagyunk? Várjál, mi van? Jó, még arra, jó. Oké, kicsit füvezünk. Ezt a részt itt. Befüvezi a keeper. Jó, hogy látod? Már meg is oldódott. Már meg is oldódott. És megvan. Itt is ezt a dzsúvát innen kicsapom. Amikor így... az a lényeg, hogy ne cseszd el a szélét, mert akkor csinálhatod újra a szántás részét. Ugye visszafele nem tudod dolgozni. Jó, megvan. Gyerekek, megvagyunk. Az a lényeg, hogy akkor ezt a részt, ezt ki kell szíreznem itt, mármint ki kell, be kell számítanom ezt, így végig, és akkor innentől, mindjárt meg is nézzük így reptéve, innentől, sőt nem is ebben, hanem ezt szoktuk, ugye a dekoráció, homokvár nézet, tudjátok, hol vagyunk, már megint belekeveredtem, igen, innentől, ettől a résztől, lesz a földünk végig, itt végig, teljes szélességben, ide végig. Eddig. Ami azért az úgy aranyos lesz, gyerekek, meg akkor még így is meg lehet nézni, hogy így, innentől idáig. Konkrétan a map szélén maradt egy kicsi, meg ezen a szélén maradt egy kicsi. És meg az egész egybe lesz szandva, így. Még amit terve van, ezt a hármat megvenni,
és azt is rászántani erre a részre esetleg. Max annyit is meg lehet csinálni, hogy itt ezt levágom, így mit tudom én. Eddig is. Akkor innen indítod a szántást. Vagyis a megművelés. Bum. Fémap egybe van. Egybe lesz. Jó. Oké, okay, elbúcsúzom gyerekek, rengeteg idő volt, viszont megnézem még a teheneket, nem bírom ki annyira, azért rá tudok függni egyébként én is ezekre a dolgokra, és szerintem ebből látszik leginkább, hogy ez ilyen abszolút nem az, hogy kényszerből játszik az ember, hanem az, hogy, vagy videózik, hanem az, hogy be vagy függve, hogy úristen, mi történik, hogy történik. Igen, nem pörgettünk az időbe, úgyhogy nagyon sok nem termelődhetett. De már 415 van-e? Már hogyha elvinnék 415 litert, már pluszba lennék, gyerekek. Figyelj, kip kéne próbálni, hogy mi van ilyenkor jók. Semmi, ennyi? Eladott tej. Eladott fenntartási költség. Jó, jött egy kis plusz. Arra voltam kíváncsi, hogy tényleg jön a kamion. De egyébként nem muszáj ugye eladod itt. De itt kamionnal is el tudod vinni. Érted? Jó, hello, hello, szevasz, mi újság, follow Anna, itt van, jó van. Nagyon örülök neki, minden szuperül működik, úgy látom. Itt ezt ugye, jaj, itt még egy adagot úgy beöntenék neki, mert ez tök jó például, hogy szedett ki. Várjatok. Nem az, hogy öntök be egy adagot, de ezt például imádok ez a kotrógéppe itt szórakozni is. Ezt is tök bírom, mindent tök, nagyon jó. Szóval ezeket a dombokat nem bírom, azt nagyon nem. Ezt itt össze tudom kapni teljesen tökig? Na, azt nem tudom, mivel viszi le meg föl, mert az tök jó lenne tudni. Na, itt. Azt nem tudom, igen, összeszeri, ja, csak okosba kell. Na, nem szeri össze legalább, de mi? Why not? Why not? Mondom, teljesen ki kell ürítenem hozzá, hogy be tudjak fordani még egyet. Szóval remélem, hogy ki fogom tudni. Jó, a gyerekek. Úgy látom, hogy tökéletesen működik minden. 8,3 milliónkban már kicsit kerestünk is pénzt. Meg hát még fogunk, ne aggódjatok. Működni fog itt minden. Szépen, okosan. Valószínűleg egyébként ez a marha tartás az így nekem bejövős. Úgyhogy esélyes, hogy egyébként abba fogok nagy üzletet csapni. De valahogy úgy kellene ezt megoldani. Ez a 19-es, ez micsoda? Valahogy úgy kellene megoldani, hogy valami olyan földön, amelyik jó nagy csík, egy, és akkor ott. Ez a 24-es környék ez milyen? Nézzük már meg. Itt mi van egyébként? Ja, az itt van a betonozás, tudod. De ha ízre vagyok kíváncsi a földekre. Jaj! Nem tudok átugrani, tesó. Várjatok, hát... Kíváncsi vagyok a földekre, hogy hol lehetne marhánkat tenyészteni. Nem megyünk. Nézzük ezeket a földeket, jó itt? Van itt minden. Na, ezekre gondoltam, a 24-es. Meg ez. Itt viszont ez tök jó lenne. Hogyha mondjuk a 24-esre csinálnám a marhákat. Várjál. Hát ólak, vannak ezek a beszmeregy marha ólak, tudod. 100-as, 200-as. Meg volt nagyobb is, 250-es, meg volt az a nagyon nagy. De mondjuk ez is tök jó lenne. Hát ebből is kifér egy csomó, figyelj! Oda nézzük, 250-es, ebből egy 10 darab végig. Kezdődik a hülyeség. 10 darab végig, pám! Aztán adjál neki, a másik kettő földön meg megtermeled neki a cuccot. Erre meg 10 darabot így végig dobantasz, mert úgy, az úgy jó. Az úgy jó nekünk. Nem? Marha. És az nincs messze, mert itt van. Itt vagyunk-e. Itt meg azért mennem itt a mezőgazdaság akármicsoda.
Nem lenne az rossz. Meg ugye onnan át tudom én oldani a dolgokat, nagyon akarom, nem? Itt meg még mi van? Bár itt is van egy nagy főd. Város mellett. Viszonylag nagy, nem olyan nagy. Itt meg ugye vagyunk mi. A horribilis földjeinkkel. Itt viszont a vasúton túloldalán is van. Ó, nem tudom, hogy hol fogok én ezt itt költözni. Viszont itt ez a nagy füves rész, hogyha nem szántanám be. Meg itt, amíg vannak, itt is lehetne. Így végig valahol. Itt kivágnám a fákat, itt is lehetne. Itt végig, hallod? Itt a föld fég szélén végig. Hát. Ez se lenne rossz. Na jó, van, majd megbeszéljük, bazze, mert brutál hosszú ez a videó. Köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek, sziasztok!